Az texasi El Paso-ban élő Eileen Helmet tudja, milyen könnyen széteshet egy élet. Egy héten belül veszítette el a munkáját és vált el férjétől. Így egyedül maradt 3 éves fiával. Gondolkodtam, hogy most mit tegyek. Féltem, hogyan fogom ellátni a fiamat. Az albérleten kívül Eileennek fizetnie kellett az ételt, a ruházkodást, a biztosítást, heti alig $300, ami a munkanélküli segélyből és a gyerektartásból jött össze. De ahelyett, hogy megrettent volna, Istenbe vetette hitét. Rájöttem, hogy a lehető legjobb férj az Úr, és eljött az ideje, hogy próbára tegyem őt. Isten nem fog cserben hagyni. Eileen a 700-as klubot nézve tanult meg bízni Istenben. 18 éves korom óta nézem a 700-as klubot. Így tértem meg. Itt hallott a tizedfizetésről és az adakozásról is. Emlékszem, Pat azt mondta, hogy kezdjük $20. Erre azt mondtam, hogy $20 még nekem is megy. Adok, és meglátjuk, mi lesz. Isten pénzügyi alapelvét a házassága alatt is követte. Adakozott és tizedet fizetett. Még amikor elvált és alig jött ki a pénzből, akkor is folytatta. A Malakiás 3:10 azt mondja, hogy próbáljatok meg engem. Hozzátok be a tizedet a tárházamba. Úgy gondoltam, rendben, Uram, te mondtad. És erre ő a 90%-omat 100%-ra növelte. Egyre több pénzem lett. A fiamnak mindene megvolt, ruhája, étele. Nekem is volt mit ennem, nem szűkölködtünk. Gyakran hívta a CBN ima központját, és kérte, hogy imádkozzanak egy jól fizető, hosszú távú munkáért. Amikor nem tudtam már, hogyan imádkozzam, ők tudták és szolgáltak felém. Pár hónapon belül Eileen megkapta azt a munkát, amiért imádkozott, és gyorsan lépett egyre feljebb. Mindig mondtam Istennek, ha növeled a bevételemet, én is növelni fogom az adakozásomat. Ezt be is tartotta, így a fizetése több mint megkétszereződött. Eileen ma már CBN klub tag. Ők elérik azokat, akik szükségben vannak, valóban Jézus kezei és lábai. Azoknak, akik szeretnék megtapasztalni Isten hűségét úgy, ahogy ő, a következőt tanácsolja. Bízzanak Istenben, és járjanak vele. Ha csak $10 vagy $20 tudnak is adni, kezdjék el, tegyék meg.